Ugyan nincs kampányidőszak, ettől függetlenül továbbra is hallatja hangját a Magyar Munkáspárt. A héten országos akciónapok keretében ezúttal a magasabb bérek mellett állnak ki. Pakson a piacon standoltak. Szeretné a munkáspárt elérni, hogy 200 ezer forint legyen nettóba a minimálbér, 100 ezer forint a minimál nyugdíj, amiből tisztességesen meg lehetne élni. Hát ezért az embereknek össze kellene fogni, sztrájkot hirdetni, a munkáspárt mellé állni, mert ebbe az akcióba, a béremelésekbe, a nyugdíjemelésekbe csak a munkáspárt áll az emberek mellett. Tőkés társadalomban, kapitalizmusban élünk. Ez azt jelenti, hogy a gyár, a cég, a munkahely nem a miénk. A minimálbér folyamatos emelését ki kell kényszeríteni a tőkés államtól, az Európai Bérunió követelése jogos. Egyenlő munkáért, egyenlő bért kapjon a munkás Európában, Londontól Budapestig, Hegyeshalomtól Záhonyig, hangsúlyozza a Magyar Munkáspárt kiadványaiban is. Ez erőviszonyokon múlik. Ha a dolgozó erősebb lesz, akkor képes lesz magának nagyobb béreket, nagyobb nyugdíjakat kiharcolni. Az emberektől várnánk az összefogást, hogy összefogjanak. A munkáspárt támogatja őket mindenbe. A Magyar Munkáspárt a 2018-as országgyűlési választásokig folyamatosan tervezi hasonló akcióit. Cél a parlamentbe jutás, ahol szándékuk szerint a lehető legjobban a mostani döntéshozó pártoknál lényegesen jobban képviselnék a magyar emberek érdekeit.